Önfeledten is nem mellékesen, biztonságosan indultak el az általános iskolások Míráról Encsre az új kerékpárúton. Az új utat ünnepélyes keretek között adták át, a cél pedig a biztonságos biciklis közlekedés kialakítása volt a két település között. Korábbi Európai Uniós ciklos úgynevezett topos pályázatai közül való, amikor is két önkormányzat pályázott két település, pontosan Encs és Méra közötti kerékpárútnak a megújításáról és tovább folytatásáról, kiépítéséről, és így ennek folytán mintegy 300 millió forintra megnövelte a kormány a költségeket, és így tudtuk befejezni a régi óhajtás szerint nem csak a kerékpárútnak a rendbetétele, hanem egy a meghosszabbítása is. Így vált lehetővé az, hogy a két település között most már nyugodtan nem a forgalmas úton, hanem a kerékpárúton közlekedhetnek a kerékpárosok. Egyre több kerékpárút újul meg, vagy épül az Abói térségben, tette hozzá a képviselő. Örülök annak, hogy itt Abóiban is lassan kiépülnek a kerékpárutak, hiszen ez egy olyan turisztikai lehetőséget ad. Legutóbb nyáron adtunk át Gönc és Hidas-Németi között egy fontos kerékpárút elkészültét, és így szeretnénk tovább folytatni a kerékpárutaknak a kiépítését, hiszen igény van rá, hiszen nagyon sokan jönnek Abóújba, és reménységünk szerint a kerékpár utak hozzásegítenek a turizmus fellendítéséhez. Ezért örülök annak, hogy a két önkormányzat összefogásával, a magyar állam és az Európai Unió segítségével így most már ez a régi álom megvalósulhat, hogy a két település között most már biztonságosan lehet kerékpárral közlekedni. A kerékpárút kialakításának ötlete már évek óta tervben volt, mondta Elmira polgármestere. Azt reméli, mindenki örömét leli majd a biciklizésben, aki használja ezt az utat. Egy nem volt kerékpárút, ez 2010-ben választásom előtt álmodtam, mert én ha polgármester leszek, akkor szeretnék egy kerékpárutat. Egy összeköz a várost a községünkkel, mert az balesetveszélyes, könnyebb kerékpár azért kerékpárúton, mint az útesten, elég keskeny az útest, több baleset is volt, meg a munkabejárás szempontjából is, meg azért a községet is növeli az, hogy kerékpár út van Encs összekötve. A polgármester hozzátette, hogy további terveik is vannak, szeretnék majd a kerékpárútat a településen belül meghosszabbítani. Ez a hosszú távú tervei közé tartozik a település vezetőnek.